Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Ma a 2010-es országgyűlési választások két fordulója között Kövér Lászlóval, a Fidesz országos választmányának elnökével arról beszélgetünk, hogy miért van szüksége a Fidesz-KDNP-nek a második fordulóban a kétharmados többség megszerzésére, valamint arról, hogy milyen Magyarország külső biztonsága és belső rendje. Nagy örömmel köszöntelek a stúdióban. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat ebben a nagy kampány időszakban, ebben a turbulens időben, amikor ugye rohangálni kell az ország egyik sarkától a másikig. Hát az első fordulóban sok minden eldönt, Fidesz elsöprő győzelmet aratott, de egy dolog nem dőlt el, a kétharmad kérdése. Osszuk meg a kedves nézőkkel a nézeteidet, hogy miért van szükség a második fordulóban a kétharmadra. Mindenekelőtt szervusz, jó estet kívánok! Nem fogalmaznék így, hogy a kétharmadra van szükség, hanem másképpen. Tehát nem azt mondom, hogy erre nincsen szükség, hanem azt mondom, hogy talán nem a kétharmad számít. Ez nem eszköz számít, a kétharmad. Hogy... Így van, tehát nem cél, vagy nem ez a cél. Igen. Nem az számít, hogy a parlamentben megvan-e a kétharmados többsége a Fidesznek a mandátumok számát tekintve. Elválik ez majd 25-én, hanem az számít, hogy minél egységesebb politikai akarat támogatás legyen a leendő kormány mögött. Tehát én őszintén mondom, hogy miközben nem akarok képmutató lenni, tehát nyilvánvalóan nem mindegy, és majd erről fogunk beszélgetni mindjárt, hogy milyen parlamenti mandátum szám áll a kormány mögött, de ennél fontosabb az, hogy milyen tömegű és milyen lelkiállapotú támogatottság áll a kormány mögött az utcán, pontosabban az emberek körében, az emberek lelkében, fejében, mert bármilyen jó kormány is lesz, reméljük, hogy az lesz, mind programjában, mind személy összetételében, annyit ér a programja, amennyit meg tud valósítani, és azt csak úgy tudja megvalósítani, hogy az embereknek ad lehetőséget, tehát az valójában a kormány programját az emberek valósítják meg, és az a jó program, amit az emberek hajlandók és képesek is megvalósítani. Tehát visszatérve most már akkor a parlamenti mandátumok arányára, ma ugye nem tudjuk, hogy néz ki a dolog, 50% esélye van annak, hogy meg lesz, 50% hogy nincs, ugyanazt kell tenni egyébként az 50% plusz egy mandátum megszerzésért, mint amit a következő napokban a további mandátumok megszerzésért, tehát embertől emberig, lélektől lélekig kell menni minden képviselő jelöltnek, aki még állva maradt, meg minden támogatójának, aktivistájának, hogy meggyőzze az embereket, hogy van tétje, igenis a döntésüknek a második fordulóra is maradt tét, méghozzá nem is kicsi. És hogyha ez a támogatás előáll, akkor természetesen egy sokkal nagyobb mozgásterű politikai és közjogi értelemben nagyobb mozgásterű kormány fog majd neki állni annak az iszonyatosan nehéz feladatnak, amire talán nem is volt példa. Én nem akarom csökkenteni, kisebbíteni az 1990-ben hivatalba lépett első szabadon választott kormánynak sem az érdemeit, sem pedig azt a feladatot, amit megoldott, de sok tekintetben nehezebb helyzet előtt állunk, mint Antalék annak idején. Igen, akkor volt egy nagy remény. Az emberek azt hitték, hogy most a változással egy új élet kezdődik, és 20 év után kiderült, hogy hát hullámzó volt ez a új élet az elmúlt két évtizedben, és végül is nem jutottunk el oda, ahova szerettünk volna. Tehát az emberekben rendkívül nagy csalódottság van, és a csalódottsághoz hozzájárul ugye a gazdasági, pénzügyi válság okozta, szegénység és létbizonytalanság, erről majd még beszélünk később a biztonságról, hogy milyen biztonsága van, biztonság érzete lehet ma egy magyar állampolgárnak, és tehát ez a folyamat, ami 20 évvel ezelőtt, vagy 21 évvel ezelőtt elkezdődött, ez a folyamat félresiklott, kisiklott menet közben, és különösen az elmúlt 8 esztendő, ami elképesztő eredményeket produkált. Szóval valóban Orbán Viktor is ugye meg az első forduló előtti kampányban többször kifejtette, hogy meg a Fidesz többi prominens vezetői is, hogy kis támogatottság, kis változás, nagy támogatottság, nagy változás. Tehát ez azt hiszem a mai beszélgetésnek a legfontosabb üzenete kellene, hogy legyen, hogy igenis a második fordulóba el kell menni, a támogatást biztosítani kell ahhoz, hogy itt a kormány maga mögött érezze a társadalom túlnyomó többségét, és együttműködjön. Szóval tényleg minden ember együttműködésére szükség van, nem csak a szavazóurnánál, hanem azt követő igen nehéz időszakban is. Hát annál is inkább, mert úgy látom, hogy a parlamenten belül azon pártok körében,
amelyek még bejutottak az országgyűlésbe rajtunk kívül. Tehát a Fidesz és a KDNP közös listáján kívül a Jobbikról és az MSZP-ről beszélek elsősorban. Azok körében nem nagyon tűnik úgy, hogy nagy támogatottságra lehet számítani a következő esztendők nehéz feladatainak a megoldásában, amely most visszatérve még a 90-es összehasonlításra, hát akkor még volt államvagyon, mint olyan, ma gyakorlatilag ez megszűnt. Az akkori érdetlennek tűnő adósságállomány az eltörpül a mostanihoz képest, és akkor még, ahogy említetted, valóban az emberekben volt hit, reménykedés, és bizonyos értelemben azokat a megpróbáltatásokat is, amelyeken keresztül ment az ország akkor, azokat hát természetesnek fogták föl abban az értelemben, hogy hát a többi szocialista országban is ez történt, hogy volt szocialista országban, meg hát mégiscsak egy világrendszer omlott össze, tehát annak nyilvánvalóan kikerülhetetlen negatív következményei is vannak. Most viszont úgy érezték 12 év után, hogy megküzdöttek, megszenvedtek, megdolgoztak azért, hogy végre jobb legyen, és ahelyett, hogy jobb lett volna az elmúlt 8 esztendőben, gyakorlatilag visszalöktek bennünket a startvonalra. Tehát ennek a hitnek a visszaadása, ez a legelemibb megoldandó feladatunk, egyúttal a legnehezebb is. És ebben valóban, miután nem nagyon látom, hogy az MSZP-re, amelyik szemlátomás nem akar semmilyen konzekvenciát levonni az elmúlt 8 esztendőből, sem a Jobbikra, amelyik meg szemlátomást úgy gondolja, hogy csak a Fidesz-szel való hadakozásban bővítheti a szavazótáborát, nem lehet számítani, ezért hát az emberekre tudunk egyedül támaszkodni. Egyen-egyenként is, meg különböző közösségeiben is, tehát azokat a közösségeket kell meggyőződésem szerint a következő kormányzati ciklusban a politikának erősíteni, amely közösségek egyébként is egészségessé, szervessé tesznek egy társadalmat. Igen, és hát a legsúlyosabb valóban az, amit te is kifejtettél, erre szeretnék csak ráerősíteni, hogy 1990-ben a gulyás kommunizmusban elbutított, vagy nem kellőképpen nemzeti tudatra és erkölcsi értékrendre nevelt ország lakossága ma még rosszabb állapotban van. Tehát azt kellett volna, hogy a nevelés útján és a társadalmi gazdasági fejlődések eredményeképpen ma egy öntudatosabb és értékrendet büszké, vagy egy valódi európai keresztény értékrendet magáénak való társadalom legyen, és ez még tovább szüllött szét az elmúlt 20 esztendőben. Ez a legnagyobb baj, mert ezért lesz rendkívül nehéz a következő időszak, és ezért kell ez a nagy támogatottság, és ezért várjuk nagy reményekkel a következő fordulót. De akkor beszéljünk erről, hogy hol tartunk most a Gyurcsány korszak végén. Te ugye 20 esztendőn keresztül az országgyűlésben a Nemzetbiztonsági Bizottság tagja voltál, volt, amikor elnök voltál, alelnök, kivéve azt a két esztendőt 98 és 2000 között, amikor a titkosszolgálatokat felügyelő tárca nélküli miniszter voltál. Tehát 20 éves áttekintésed van, tapasztalatod van, információd vannak a biztonság kérdéséről, most kül- és belső tekintetben. Tehát hogy látod most az ország külső biztonságát? Gondolok itt az északi szomszédunkra, vagy az érdekérvényesítési lehetőségünkre az Európai Unióba, vagy az energia problémára. Egyrészt, másrészt, majd ezt követően, a lakosság belső biztonságérzetét, a létbiztonságot, a bűnözés kérdését, tehát milyen helyzetből indulunk ki most? Hát először is én azt gondolom, hogy egy társadalomban olyan nem lehetséges, hogy általában véve leromlanak a viszonyok, megy az ország lefelé, de vannak olyan területek, amelyek ott szinte zárványként, szigetként ott őrzik a maguk stabilitását, pláne, hogy esetleg javuljon bizonyos területeken a helyzet. Ez nem nagyon lehetséges. Tehát magyarán szóval az ország biztonsági helyzete, külső és belső biztonsági helyzete, az nagyjából ugyanazt a pályát járta be az elmúlt 8 esztendőben, mint mondjuk az egészségügyé vagy bármilyen más területé. Hogy ne mondjam, a csőd szélére jutott. Hát nézzük a konkrét példákat. Ugye van papíron hadserege a Magyar Köztársaságnak, ehhez képest hogyha berepül ide két, még csak nem is NATO tagállam felségjelzését viselő idegen repülőgép, akkor erről a honvédelmi miniszter a sajtó firtató kérdéseiből szerez tudomást. Hát szóval mondhatnám, hogy közröhely, hogyha egyébként nem lenne ez mérhetetlenül szomorú és riasztó magyar állampolgárként mondani ezt. A nemzetbiztonsági szolgálatokat gyakorlatilag a pártpolitika
ehhez közévé zűlesztették, hova tovább a 80-as évek végét idéző módon. Tehát olyan galátságok, olyan gazemberségek, olyan törvénysértések történtek sorozatban, amelynek egy része már a nyilvánosság elé került, egy részében már hál' Istennek folyik büntető eljárás is, de egy nagyobbik része valószínűleg majd csak akkor fog a tudomásunkra jutni, hogyha a kormányváltás megtörtént. A tágabban vett belbiztonság, vagyis a közbiztonság tekintetében megint csak a rendőrséget régi kommunista módszerekkel a politika eszközévé zülesztették 2006. október 23-án a demokrácia legnagyobb gyalázatára. Emberi állampolgári jogaikat gyakorló embereket minden ok nélkül aláztak meg, vertek meg, sebesítettek meg, tehát azért ezt még tisztázni kell szintén, és el kell számoltatni az érintetteket. Ugyanakkor a rendőrség azokon a területeken, ahol meg a közbiztonság a leghétköznapi gyakorlat szerint egyszerűen nem létezik, ott pedig nem tud helytállni, mert hogy nincs is ott, tehát nem is képviselteti magát a rendőrség. Tehát gyakorlatilag olyanról, hogy biztonságérzet Magyarországon semmilyen értelemben nem lehet beszélni, tehát itt is szinte nulláról kell kezdenünk az újjáépítést. Olyan híreket hallani, főleg Kelet-Magyarország, Észak- és Kelet-Magyarországról, hogy egyszerűen a köztörvényes bűnökkel nem is foglalkozik a rendőrség. Gondolok itt a ropásra, mondjuk a gyilkossággal igen, de egyszerű lopásokkal már nem is foglalkoznak. Szóval oly mértékben lecsökkent a biztonságérzete a magyar állampolgárnak, hogy pontosan is, ugye, ami a statisztikákat javítja, hogy miután az egyszerű polgár az ésszel él, és hát a tapasztalatokból okul, meg fölöslegesen sem a pénzét, sem az idejét nem költi. Jelentős részben ezek a bűncselekmények már fedve is maradnak, mert már fel sem jelentik az ismeretlen elkövetőt, mert hát úgysem fog történni semmi se, akkor most minek járkáljon, minek tegye ki magát húzavonának, még pluszba az a szerencsétlen, akinek ellopták a bicikliét, a tyúkjait, föltörték a pincéjét, stb. Tehát valóban a káosz irányába mennek a folyamatok az ország bizonyos területein, és azért nem véletlenül, hogyha valaki a jobbik jelenséget meg akarja fejteni, akkor tévúton jár, hogyha azt gondolja, hogy mint ahogy egyébként a külföldi sajtó úgy látom, hogy bekapta azt a horgot, amit a magyar úgynevezett balliberális értelmiség lógatott be neki, vagyis hogy itt egy antiszemita meg cigányellenes szervezet kapott írdatlan mértékű 16-17%-os támogatottságot jelesül a Jobbik. Amivel nem a Jobbikot akarom mentegetni, mert azt gondolom, hogy nem véletlenül hozta magát abba a helyzetbe, hogy cigányellenesnek és antiszemitának lehessen tekinteni, de az a 16-17%-nyi ember, aki most rájuk szavazott, döntő többségében nem azért szavazott rájuk, mert egyébként maga akár antiszemita lenne, akár gyűlölni a cigányokat. Egész egyszerűen azt tapasztalta meg a mindennapi életében, hogy az állam nem védi meg, és jött egy magát legalábbis verbálisan, meg a külsőségekben radikálisnak föltüntető szervezet, politikai alakulat, amelyik azt ígérte nekik, hogy majd ő akkor megvédi az érdekeiket, meg a puszta biztonságukat, az életüket, meg a vagyonukat. És én azt gondolom, hogy ezzel kéne igazándiból foglalkozni, ezzel a problémával, ami a Jobbik támogatottságának a táptalajául szolgál az ország bizonyos részein. Hát azért még van egy ezzel kapcsolatban egy sajnálatos körülmény, és talán nekünk ezen valahogy lehetne változtatni, mármint a média területén és a politikusok egy része is, akik a külfölddel kapcsolatban vannak, hogy a Jobbik által keltett félelmet hangoztatja számos mértékadó vagy fontos nyugati orgánum, Washingtontól kezdve Párizson keresztül akár Németországig, ahelyett, hogy a Fidesznek ez az elsöprő és mindent túl haladó és felülmúló győzelméről beszélne, és magáról a Fideszről. Hát ez nem véletlen, én azt gondolom, hogy a hónapok óta a távozásra készülő MSZP-SZDSZ koalíció, kormány, nevezzük, aminek akarjuk, bár egyik sem pontos elnevezés, azzal van elfoglalva, hogy egyrészt hogyan tud minél többet kimenteni a maga javára, másrészt meg hogyan tudja elaknásítani, fölperzselni azt a területet, ami a következő kormány előtt van. Tehát szánszándékkal szisztematikusan próbálják meg alásni például a kokáját a leendő kormány nemzetközi diplomáciai pozícióit. Az ország besározása, az ország lejáratása, az országról való sötét kép festése az valójában nem a valóságos problémákról szól, hanem egy
politikai játszmának a jövőbeni folytatását előlegzi meg, ha úgy tetszik, vagy folytatását jelenti, arról szól, hogy hogyan lehet már a következő kormányt a hivatalba lépésének a napján abban a helyzetbe szorítani, hogy ne arról szóljon egyébként a megítélése, hogy milyen kitörési irányokat választ magának, hanem arról, hogy az ország egyébként az hogyan és miképpen küszködik az antiszemitizmus vagy a cigánygyűlölet démonával. Én szeretném azért világossá tenni mindenki számára, hogy nekünk természetesen minden embernek a biztonsága és minden embernek a félelmei, valóságos félelmei, azok fontosak. Azok is, akik az antiszemitizmustól félnek, azok is fontosak a Fidesz számára, azok is, akik cigányemberként félnek attól, hogy bizonyos emberek miatt egyfajta általánosítás áldozatául esnek és gyűlölet övezi őket, és azok az emberek is számítanak, azoknak az embereknek a félelme, akik egyébként attól félnek, hogy fényes nappal rájuk törik az ajtót, és elviszik a tűzhelyükről a fölvő ételt, vagy éppenséggel elviszik talicskán az udvarukba leszúrt disznót a házukból. Tehát minden embernek a félelme és minden embernek a biztonsága egyformán számít, mert csak egy olyan országban lehet élni, ahol egyébként senkinek nem kell félni, és csak egy olyan ország tekintető demokratikusnak, amelynek a különböző csoportjai nem játszhatók ki egymással szemben valamiféle hatalmi praktika jegyében. Ez egy nagyon fontos üzenet volt, ez most nagyon-nagyon fontos üzenet volt itt a második forduló előtt azoknak, akikben bármiféle kétség is volt még, vagy van még ezzel kapcsolatban a belső közbiztonsággal, és hogy kikre számít az új kormányzat, és kiket tart fontosnak, mindenkit valóban. A veszélyeztetetteket is, és akik a veszélyt okozzák, azokra is, hogyha azok mondjuk már potenciálisabb veszélyforrásoknak tekintik őket, mondjuk a munkanélküliekre gondolok elsősorban. Tehát ez egy fontos üzenet volt nagyon. Én azt gondolom, hogy egy országban élünk, legalábbis szeretnénk, hogyha egy országban tudnánk élni a jövőben is, és a gyerekeinknek nem kéne elmenni ebből az országból. Teljesen mindegy, hogy egyébként ki, milyen pártállású, szimpatizáns, milyen vallású, milyen származású, egymás mellett kell élnünk, és mindenkire egyenlő jogok és egyenlő kötelezettségek kell, hogy vonatkozzanak, és azt a felelősséget, ami a közös hazánkért bennünket egyetemlegesen terhel, azt lehetőség szerint igazságosan osszuk meg egymás között. Szerintem ez egy roppant egyszerű okfejtés, és gondolom, hogy evidenciának tekinti mindenki, aki hallja. A gyakorlatban meg számos konkrét probléma származik belőle, hogy hogyan és miképpen tudja újra visszanyerni ennek az országnak a többsége azt az érzést, hogy otthon van a saját hazájában, mert azért jutottunk ide, ahol vagyunk. Azért kezdtük azzal a beszélgetést egyébként, hogy a legnehezebb feladataink egyike a hitnek, a reménynek, a normális közérzetnek a visszaadása, mert az elmúlt esztendők legsúlyosabb kártétele éppen arról szólt, hogy az emberek többsége már nem hitte el, hogy ez az ország, ez az ő hazája, nem hitte el, hogy a politika a mindenkori kormány érte van, és a fiataljaink sem hiszik el, hogy ebben az országban van boldogulásra lehetőségük, és ezt a folyamatot kell visszajára fordítani. Igen, hát akkor ez a helyzetkép, amit most itt fölvázoltál. Nézzünk egy kicsit előre. És a múltból indulok előre, mert 25 évvel ezelőtt nagyon jó jósnak bizonyultál, ebből szeretnék kiindulni. Ugye a 80-as évek közepén az egyetemisták kezdték sorra alakítani, a 82-től kezdve a szakkollégiumokat. Te ugye a Bibó kollégiumban voltál az egyik meghatározó személyiség, és akkor ugye a fiatalok, ezek a 20 éves fiatalok elkezdték feszegetni a fennálló társadalmi rend kereteit, még ha nem is gondoltak arra, hogy ez gyorsan meg fog változni, vagy el fog bukni, de mégis próbáltak javítani, és ezek a mozgalmak, ezek a szakkollégiumi tevékenységek ugye elkezdtek terjedni az országban. A negyedik országos szakkollégiumi találkozón Szarvason 1985-ben a következőket mondtad. Ezt idézném szó szerint. Mi, akik most itt ülünk, talán nem sokára ennek a társadalomnak a vezető pozícióiban találjuk magunkat, akár tetszik ez nekünk és az előttünk járóknak, akár nem. Meghozott döntéseinkkel, munkánkkal, egyének, csoportok s rajtuk keresztül az egész társadalom sorsát befolyásoljuk. Hát ezt nagyon jól láttad, mert néhány év múlva valóban megalakult a Fidesz, ugye, és ezt követően az elmúlt 22 évben a Fidesz és most jelenleg a KDNP-vel és többi szövetségeseivel meghatározó ereje az országnak. Ebből kiindulva, hogy te 25 évvel ezelőtt ilyen jól láttad a jövőt, fejtsd le nekünk, légy szíves, most röviden, hogy a
sikeres második forduló után nagy társadalmi támogatottsággal mire számíthat a magyarországi országlakók és a teljes kárpát-medencei magyar nemzet, tehát az ország és a nemzet? Hát azt hiszem, hogy erre több műsoridődet is föl kéne használni. Tehát csak nagyon röviden, a nemzetpolitikának a egységét szeretnénk megvalósítani. Magyarán szóval, hogy nemzetpolitika alatt ne az legyen értendő, mint eddig, hogy ez a határon túli magyarokkal való kényszerű bíbelődésnek a politikája mindössze. Tehát, hogy úgy alakul történelmileg, hogy kívül rekedt néhány millió ember az államhatárokon, és hát mégiscsak valamiféle erkölcsi politikai szükségszerűség, hogy velük is foglalkozunk, hanem egységben tekintve a magyar nemzetet, egységben tekintve a kárpát-medencei magyar nemzetet. Ha a nemzetpolitikáról beszélünk, akkor ebbe ugyanúgy beleértendő a magyar nemzet egészségének a jövője, egészségügyének a jövője, mint ahogy beletartozik az is, hogy ugyanis miképpen tudják az önazonosságukat megőrizni mondjuk Hunyad megyében, a Szórványban élő magyarok. Tehát ez egy nagyon fontos szemléletbeli változás, amit az elmúlt 20 esztendő hát, hogy fölhalmozott tapasztalatként, meg szükségszerűségként. A másodikról már volt szó, amit az előbb mondtam magyarán, szóval, hogy mindenki úgy érezhesse, függetlenül a társadalmi státuszától, meg mindenféle egyéb meghatározottságától, hogy ennek a nemzetnek, ennek az országnak az egyenjogú tagja, egyenjogú polgára. Ebből fakad az is, hogy természetesen a határon túli magyarok számára az állampolgársághoz való hozzájutás ügyét meg kell oldani. Nem, mint hogyha ennek olyan nagyon nagy jelentőséget tulajdonítanánk a gyakorlatban, de szimbolikusan igenis nagyon fontos, különös tekintettel itt a december 5-ével keltett vagy okozott sebekre, amelyeket be kell gyógyítanunk, én azt gondolom. És talán a harmadik, amit kiemelnék, az az, hogy természetesen miközben jogi értelemben egyenlőek vagyunk, nem beszélve arról, hogy Isten előtt mindenki egyenlő, azon közben azért a lehetőségeink, az adottságaink, a körülményeinkben óriási különbségek vannak, tehát nem vagyunk a valóságban mégsem egyenlő esélyűek. De azt azért mindenkinek lehetővé kell tenni, vagy legalábbis az a politika szándéka a mi szemszögünkből, erre kell törekednünk, és ebbe az irányba kell vinni a jövőt, hogy mindenkinek meg legyen a lehetősége arra, hogy képességeinek, szorgalmának, tehetségének, ambícióinak megfelelően a saját erejéből boldoguljon, a saját erejéből fönn tudja magát tartani, meg a saját családját, és a saját erejéből a munkája révén természetesen gyarapodhasson. Hogyha ezt az esélyt minél több embernek megadjuk, és többen gondolják, hogy erre van esélyük 4 év múlva, mint amennyi ember ma gondolja, akkor azt gondolom, hogy sikeresen fogunk kormányozni. Kövér László, köszönöm szépen a beszélgetést, kívánok további sok sikert a kampányban és a 25-i fordulóban. Önöknek, kedves nézőim, köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és kérem, hogy menjenek el minél többen, menjen el mindenki 25-én szavazni, és szavazzanak arra a jövőre, amelyet most itt Kövér László nekünk felvázolt. Köszönöm.